Miniszteri biztossá nevezte ki Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Mennyi Rolandot, fideszes országgyűlési képviselőt, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés elnökét. Ebben a minőségében feladata lesz, hogy koordinálja a megye gazdaságfejlesztésével összefüggő feladatokat, emellett az ő dolga lesz irányítani az ehhez kapcsolódó külgazdasági teendőket is. A megye formálódó gazdaságfejlesztési programjában szerepel többek között az információs technológia fejlesztése, a vállalkozás ösztönzés, a minőségi alapoktatás, turisztikai beruházások, a megújuló energiaforrások szélesebb körű alkalmazása, a szlovák-magyar gazdasági együttműködés élénkítése és infrastruktúra fejlesztés is. Szakértők szerint a befektetések idevonzásához a megyét szabad vállalkozási zónává kellene minősíteni. A képzettebb munkaerőt magas hozzáadott értékű termelőtevékenységek letelepítésével, a kis- és középvállalkozói szféra megerősítésével, a képzetlenebb munkaerőt pedig a bányászat felélesztésével és új energetikai technológiák meghonosításával szeretnék helyben tartani. Mennyi Roland miniszteri biztosi kinevezése 2013. április 14-éig szól.